Az American Corner 10 éve jött létre az ország több pontján, hogy bemutassa, milyen amerikainak lenni. Az amerikai kuckó ezúttal Szegeden, az Agórában is megnyitotta kapuit, amit egy zárt körű rendezvényen adtak át a szegedieknek. Miért fontos az amerikai-magyar kapcsolat? Igaz-e az amerikai álom? Bepillantottunk a kulcsukon. Mostantól testközelből is megismerhetik a szegediek az amerikai kultúrát, miután az Agórában megnyitott a kapuit az American Corner, amely az Egyesült Államok nagykövetsége, a Szegedi Tudományegyetem és a Szent György Albert Agóra együttműködésének köszönhetően jött létre. Az American Corner lehetőséget nyújt azoknak, akik többet szeretnének megtudni az Egyesült Államokról, a történelmünkről, a kultúránkról, az ünnepeinkről. De ami még fontosabb, a városból és az egyetemről érkezők megoszthatják velünk a gondolataikat, javaslataikat arról, hogy mivel lenne még jobb az intézmény. A 169 országban működő American Spaces hálózat tagja az American Corner 10 éve van jelen Magyarországon. Budapest, Debrecen, Veszprém és Pécs után immáron Szegeden is. Az intézmény nagy hangsúlyt kíván fektetni a tudományt és technológiát népszerűsítő programokra, valamint azokra a foglalkozásokra, amelyeken a résztvevők fejleszthetik angol tudásukat. Mindezt nem az iskolapad megszokott módon. Kötetlen beszélgetésre invitáljuk inkább a látogatókat, akik nem feltétlenül szótár füzetbe fogják írogatni a szavakat, hanem csak az a lényeg, hogy egy ilyen oldott légkörben tudják gyakorolni az angolt. Rabszolgakereskedelem észak és dél. Ezekről bizonyára valamennyien hallottunk már, azonban, hogyha többet szeretnénk megtudni az amerikai történelemről, itt több posztikönyvet is megtalálhatunk. Én ma jártam egy középiskolában, ahol egy olyan megjegyzést kaptam az egyik diáktól, amikor megkérdeztem, hogy mi jut eszükbe Amerikáról, hogy a rossz oktatás. Itt a Cornerben nagyon sok információnk lesz az amerikai továbbtanulással kapcsolatban, illetve ösztöndíjakkal kapcsolatban, szóval aki például ilyen tévhitekkel rendelkezik, akkor itt biztos, hogy már fogja tudni, hogy hogyan nézze meg az érem másik oldalát. Botka László polgármester a megnyitón elmondta, hogy az American Corner egy újabb híd, amely a nemzetközi kapcsolatok minden vonatkozásában, így kulturálisan és tudományos értelemben is összeköti a különböző nemzeteket. Szeged sok szálon kötődik az Egyesült Államokhoz. A Szeged toladó testvérvárosi megállapodást 30 éve írták alá, és a Szegedi Tudományegyetemnek is számos amerikai partneregyetemmel van jó együttműködése. A hidak azok arra vannak, hogy szorosabbá vonják a kapcsolatokat, és bízom benne, hogy ez így lesz Szeged és az Egyesült Államok relációjában is. Szeged egy újabb mérföldkő lehet a magyar-amerikai kapcsolatokban, hiszen a város innovatív, nyitott a technológiai újítások felé, amiben a Szegedi Tudományegyetem igen nagy szerepet játszik. Ezt ismerte fel az amerikai nagykövetség. Az itteni egyetem nagy tiszteletnek örvend az Egyesült Államokban és a nagykövetségünkön. Azért vagyunk itt, mert ez egy dinamikusan fejlődő város. Izgatottan várjuk a közös munkát a szegediekkel, hogy szorosabb kapcsolatot építhessünk ki velük. A kapcsolatokon mindig van mit javítani, és erre is jó lehetőséget kínál majd a Szegedi American Corner. Szoros együttműködésünk van Magyarországgal, de mindig vannak olyan területek, amelyeket erősíteni kell mindkét országban. Ilyen a fiatalokkal, a diákokkal és a városlakókkal való kapcsolat is. Ezeket javítani kell. És tudom, hogy az American Corner hozzájárul ahhoz, hogy még erősebbé váljanak az amerikai-magyar kapcsolatok. Szabad eszmecserére is lehetőséget kínálnak a magyarországi American Cornerek. A helyi civil szervezetekkel már elkezdték felvenni a kapcsolatot. Fontosnak érzik azt is, hogy a negatív előítéletek ellen felvegyék a harcot. Egyrészt például felhívják a figyelmét a lakosságnak a társadalmi problémákra, esetleg megoldásokat nyújthat, megoldási lehetőségeket vázolhat fel. What
Nem tudom, mit hoz a jövő a meglévő kornerek számára, de jelenleg izgatottak és boldogak vagyunk, hogy öt működik, és keressük a lehetőséget, hogy tovább építsük és erősítsük őket. Videóvágó tréninget tervezünk, illetve el fogunk indítani egy olyan egy úgynevezett Makerspace workshopot, ahol fiatalok megtanulhatják használni a 3D-s nyomtatónkat, illetve annak kihasználni minden egyes funkcióját. Ezen kívül a városba érkező amerikaiakkal nagyon szoros együttműködésben leszek, és meg fogom őket hívni előadásokra, illetve a nagykövetség is fog küldeni előadókat. Bátorítom a városban és a környező megyékben élőket, hogy látogassanak el az American Cornerbe, vegyenek részt programjain.